Hatodik fejezet, Esmeralda. Boldogan tudatjuk olvasóinkkal, hogy a jelenet során Gringoire is, darabja is derekasan megállta a helyét. A Gringoire sarkalt, a színészek nem szűntek meg szavalni, Gringoire pedig nem szűnt meg hallgatni a színjátékot. Alármával már megbarátkozott, és abban a reményben, hogy a közönség figyelme egyszer majd mégiscsak visszafordul, elhatározta, hogy végighalad a megkezdett úton. És a remény szikrája újra felparázslott benne, amikor észrevette, hogy Quasimodo Copnol és a bolondok pápájának fülsiketítően zajos díszkísérete kivonul a teremből, és a tömeg mohón törtet a nyomukba. Helyes, mondta magában Gringoire, hadd távozzék minden kelekótya. Csak hogy ez a minden kelekótya sajnálatos módon maga a közönség volt. A nagyterem egy szempillantás alatt kiürült. Igazság szerint elszórtan, vagy a pillérek körül csoportokba verődve maradtak ott még néhány nézőasszonyok, aggok és gyermekek, akik már megelégelték a zsivajt, a tolongást, vagy egy-két diák az ablakpárkányon lovagolva nézdegélt le a térre. Jól van, gondolta Gringoire. Vannak itt még elegen, hogy meghallgassák a misztériumom befejező részét. Kicsiny, de válogatott, művelt közönség. Eltelt egy rövid perc, és a zeneszám, amelynek Szűz Mária beléptekor a legnagyobb hatást kellett volna keltenie, nem szólalt meg. Gringoire azt vette észre, hogy zenészeit magával sodorta a bolondok pápáját követő menet. Folytassátok, szólalt meg sztoikusan. Közelebb lépett a polgárok egyik csoportjához, amelyről az volt a benyomás, hogy darabjáról folytat eszmecserét. Íme ezek a beszélgetés foszlányok jutottak el a füléhez. Mondja csak, Sentó mester, ismeri a Navar palotát, azt, amelyik a Dönemúr úr tulajdona volt? Ismerem, ott áll a Brakkápolnával szemben. Nos, hát a kincstár 6 libreért és 8 párizsi szúért bérbe adta Guillaume Alexandre kézirat díszítő mesternek. Hogy emelkednek a házbérek? Gyerünk tovább, mondta magában Gringoire sóhajtva. A többiek a darabot hallgatják. Pajtások, kiáltotta az egyik süvölvény az ablakpárkányon. Esmeralda, Esmeralda van lenn a téren. Ez a szó a varázsos hatással volt az emberekre. Aki még a teremben maradt, az ablakhoz rohant, a falra kapaszkodott, hogy ő is láthassa, és közben egyre ismételgette. Esmeralda, Esmeralda. Ugyanakkor kívülről hatalmas tetszészaj hallatszott. Mit jelent az, hogy Esmeralda? Kérdezősködött Gringoire, és kétségbe esetten kulcsolta össze a kezét. Ó, Istenem, úgy látszik most az ablakon a sor. Visszafordult a márványlap felé, és azt látta, hogy az előadás félbeszakadt, mégpedig pontosan abban a pillanatban, amikor Jupiternek villámmal a kezében meg kellett volna jelennie a színen. Jupiter mozdulatlanul állt a színpad emelvény tövében. Michel Giborn, kiáltott rá a költő ingerülte. Mit csinálsz ott? Hát ez a te szereped? Eredj már fel! Sajnos nem lehet, felelte Jupiter. Éppen most vitte el a létrát egy diák. Gringoire oda tekintett. Nagyon is igaz volt, a drámai bonyodalom és megoldás közt minden összeköttetés megszakadt. Ó, a csirkefogó, morogta Gringoire. És miért vitte el azt a létrát? Hogy Esmeraldát láthassa, felelte szánalmas hangon Jupiter. Azt mondta, Nini, egy felesleges létra, és elvitte. Ez volt a kegyelem döfés. Gringoire megadással fogadta. Menjetek a pokolba, szólt a színészekhez. Ha megkapom a pénzemet, ti is megkapjátok a magatokét. És azzal visszavonult, lehorgasztott fővel, de utolsóként, mint egy hadvezér, aki mindvégig derekasan küzdött. Miközben lefelé haladt a palota kanyargós lépcsőjén, ezt mormolta fogai között. Szamarak és marhák csordája.
ez a párizsi nép. Azért jönnek, hogy misztériumot lássanak, de oda se néznek. Az égvilágon minden foglalkoztatja őket. Klopin, Trojfú, a bíboros, Kopnol, Quasimodo és az ördög. Csak a Szűz Máriával nem törődnek. Ha én ezt tudom előre, baflák, majd adtam volna nektek Szűz Máriát. És én? Azért jöttem, hogy arcokat nézzek, de nem láttam egyebet, mint hátakat. Költő vagyok, de olyan sikert arattam, mint valami patikus. Igaz. Homérosz végigkoldult a görög falvakat, és Názó számüzetésben halt meg a moszkoviták földjén. De ördög vigyen el, ha értem, mit akarnak az eszmeraldájukkal. Elsősorban is miféle szó ez? Eszmeralda. Alig, ha nem cigány.